Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A Híd Építő ZRT, a társadalmi szerepvállalás elkötelezettje. Üdvözlöm Önöket, Tóth Nikolett vagyok. Szabina és Isti még csak 20 év körüliek, mégis olyan mély sebeket őriznek a szívükben, amelyek talán sosem gyógyulnak be. Szabina kiskorában évekig élt rettegésben. Édesanyja rendszeresen részegen jött haza, édesapja pedig valami olyasmit tett a lányával, ami miatt börtönbe került. Istinek pedig anyukája miatt állandóan lakhelyet kellett változtatnia. Ma már mindketten állami gondozásban nevelkednek, és nagy céljaik vannak a jövőjükkel. Egy kis szaladgálás, összekoszolt ruhácskák, leettem magam, vagy rossz jegyet kaptam az iskolában. Ez bárkivel előfordulhat, hiszen a gyerekeknél ez mindennapos. De az, hogy anyukánk vagy apukánk szenvedélybeteg, lemond rólunk, kitagad, bántalmaz, vagy hogy többet van nálunk vendégségben a rendőrség, mint a saját rokonaink, nos, az korántsem természetes dolog. Biztos miattam van az egész, mert rossz gyerek voltam, és most nem szeretnek. Ilyen és ehhez hasonló gondolatok járhatnak valamennyi állami gondozásban élő gyermek fejében. De vajon milyen bűn tud elkövetni egy kisgyerek, amiért a szülei ilyen kegyetlenül bánnának vele? Semmit. És ezt már Szabina és Isti is tudják. Ez a történet ugyanis kettejükről szól. Elváltak a szüleim, először anyukám volt a gyám, akkor ott 7 éves koromban romlott el minden, és akkor utána apukám lett. Aztán igazából utána apukámmal jó volt minden, 14 éves koromig. Szabina nehezen tud csak beszélni múltjáról, nagyon sok a fájó emléke. Mindössze 5 éves volt, amikor édesanyja az alkohol fogságába esett. A kislány 3 testvérével együtt évekig élt rettegésben. Volt, hogy nagyon későn jött haza, amikor én már aludtam. Hatalmas zaj csapott és ijesztően vidám volt. Szédelgett a szobában és rám nézett. Sosem felejtem el az arcát. Akkor tudatosodott bennem, hogy édesanyám részeg. Aki régen annyit vitt minket kirándulni, aki annyit játszott velem, már képtelen volt gondoskodni rólunk. Ezen túl pedig ezzel a félelmetes gondolattal kellett együtt élnem. Volt úgy, hogy beültetett magának egy csomó gyógyszert, és úgy arra is ilyen úgy volt. Úgyhogy ő nem anyuka, soha nem is volt az. Mielőtt kiderülne, meddig és hogy bírta Szabina édesanyja viselkedését, ismerjünk meg egy másik történetet. Kovács István abban a szerencsés helyzetben volt, hogy leendő apukája és anyukája is nagyon várta már érkezését. Születése után azonban egy váratlan fordulat állt be. Apu az azt mondta, hogy én nem az ő fia vagyok, tehát hogy így konkrétan így letagadt. Aztán persze később kiderült, már vérvizsgálta, mit tudom én, herce-hurce volt.
Aztán kiderült, hogy igen, csak akkor meg azt mondta, hogy hát ő nem kíváncsi rám, mert hogy mit tudom én. Hát anyu meg akkor így hirtelen hoppon maradt, hát nem úgy állt anyagilag, hogy el tudjon tartani egy gyereket, ezért 3 éves koromig egy csecsemőintézetben voltam. Hogy... A kisfiú 3 éves volt, amikor édesanyja úgy döntött, mégis magához veszi gyermekét. Isti akkor majdnem 2 boldog évet tölthetett együtt édesanyjával, bár nem sok emléke van abból az időszakból. 2 év. A kisfiú akkor még nem is sejtette, hogy ez lesz a leghosszabb és legboldogabb idő, amit gyerekként anyukájával tölthet. Volt egy időszak, amikor megismerkedett anyu az húgomnak az édesapjával, akkor Újvárosban laktunk, akkor én olyan óviskorú lehettem, az egy ilyen 2 éves ciklus volt nagyjából, akkor voltam 5 éves körül, mert 5 évvel vagyok idősebb húgomnál, tehát ez nagyjából az időtájt volt. És aztán ugye ők szétmentek, és ugye a húgom az édesapjánál maradt, én meg ugye anyuval maradtam, aztán anyu kiment külföldre dolgozni, én meg volt neki pár barátnője, és akkor volt, hogy ennél laktam, meg volt, hogy annál laktam, szóval itt is ott is. 1/2 évig anya egyik barátnőjénél laktam, aztán majdnem 1 évig egy másiknál. Utána a húgom keresztapjánál, később az ő apukájánál. Mindig úgy vártam, hogy anyukám hazajöjjön külföldről, vagy legalább telefonáljon, de csak nagyon ritkán tudott jönni. Sokszor hozott játékot, de engem nem a játék érdekelt, hanem ő. Könyörögtem neki, hogy foglalkozzon velem, hogy ne menjen vissza, de őt nem hatotta meg. Sok emlékem van arról, hogy csak vártam az ajtó előtt, hogy kinyíljon. Aztán, amikor végre hazajött, és megint becsukta előttem, én teljesen összetörtem. Érzelmileg kellett igazából fölnőni a feladathoz, hogy legyen annyi ereje az embernek. Hát így visszagondolva, tehát akkor nem gondoltam ezt így végig, de így visszanézve valószínűleg, hát hogy érzelmileg fel kellett nőni ahhoz, hogy el tudjam fogadni azt a helyzet, amiben élek. Hogy nincsen, ugye nem az igazi családommal élek, de akivel élek, azok is szeretnek, és igazából így ennyi. Szabináéknál sajnos egyre nagyobb gondok voltak. Náluk csak egy csepp a tengerben volt az, hogy anyukájuk nem foglalkozik velük. Szinte minden pénz az italozásra ment el, és mivel anyukája képtelen volt gyereket nevelni, a kislánynak hamar fel kellett nőnie. A legtöbb háztartási munkát is ő végezte. A nagymama sokat segített nekünk. Kaját vett, pénzt adott anyunak, hogy vegyen nekünk kaját. A nővérem nagyon sokat segített nekünk, apukám is sokat segített, csak hát anyukám nem volt képes rá, hogy ellásson minket, így, mint egy normális anyuka. Szabináéknál rendszeresen járt a rendőrség is, kisebb-nagyobb ügyek miatt. Végül a gyámságot édesapja kapta meg, akinél a kislány biztonságban érezte magát, egy ideig. Úgy tűnt, apukája megteremti az anyagi és érzelmi biztonságot számukra, hiszen a család sok időt töltött együtt. Az édesapa Szabinával is sokat foglalkozott. Egy időben talán túlságosan is sokat. Elkezdtem mondogatni, hogy szeretlek, meg ilyenek, és nekem ez így fel se tűnt. Azt hittem, hogy észre kapott, hogy van még egy gyereke, hogy engem is szeret. Aztán így kezdődött az egész, hogy szeretlek. Csak 14 voltam. Az egész olyan hirtelen és váratlanul történt, de utólag belegondolva azért voltak előjelei. Elkezdett simogatni. Először csak az arcomat, utána pedig már mindenhol. Teljesen lefagytam. Aztán próbáltam ellenkezni, de nem sokra mentem vele. Az volt a szerencse, hogy a testvéreimet épp vinni kellett valahová, én pedig meg sem álltam az iskoláig. Bementem az iskolába, és akkor odajöttek hozzám a tanárok, és így kijött belőlem, mert nagyon féltem, remektem, halálfélelmem volt igazából. Most mi lesz velem, hogy mi fog történni? Szabina sose gondolta volna, hogy ha apukájához kerül, akkor még rosszabbra fordulhatnak a dolgok. Pedig így történt. Aznap egész nap remektem, és még másnap is. De nem mutathattam a félelmemet a kisebb testvéreim előtt. Hogy tudtam-e, hogy mi történik velem? Persze. Nem voltam már annyira kicsi. Végig tudtam, mi történik, mégsem tudtam felfogni. És a nővérem volt az, aki első, ahogy elmondtam, neki elhitte, és
jött és intézkedett, mert anyám a tárgyalásra is csak azért jött el, hogy a lakáskulcsot adjuk neki oda. Ő el se hitte ezt az egészet. És hogyha nem lett volna a nővérem, akkor nem hitt volna nekem senki. A családsegítősök sem, meg senki. Azt hitték volna, hogy hazudsz? De nem hitt, azt hiszik mai napig, hogy hazudok. Szabina fejében csak egyetlen gondolat járt, soha többet nem lakhat a szüleivel. A nővére mindenben segített neki, aki akkor már 25 éves volt. A testvérek egy átmeneti otthonba kerültek, és a költözés megviselte őket. De nem csak nekik, Istinek is folyamatosan költöznie kellett. Eleinte ez nagyon nehezen ment neki. Új iskolák, új barátok várták. Nem volt egy állandó biztos pont az életében. A kisfiú hamar megtanult gondoskodni magáról. Például már óviskora óta egyedül közlekedett, és a főzés vagy a háztartási munkák sem okoztak neki gondot. Végül is rájöttem, igazából anyu azért dolgozott kint, mert anyu azt szerette volna, hogy nekem meg a húgomnak a legjobb legyen, csak azt nem tudta, hogy nekünk ő kell, és nem az, hogy a pénzt meg a sok játékot megvegye, és igazából erre így egy ilyen jó másfél éve döbbent rá igazából, amikor még egyszer elbeszélgettünk, hogy nekünk sosem az kellett, hogy hazahozza az ajándékokat, hanem mi annak örültünk, hogy itthon volt. Az állandó lakhelyváltozásra a gyermekvédelmisek is felfigyeltek. Isti 11 éves korában a húga apjánál lakott, de nála nem maradhatott, mert ott újabb gyerekek érkezését várták, és három gyerekről már nem akartak gondoskodni. Így született az a döntés, hogy a kisfiú állami gondozásba kerül. Pekkerné Takács Judit nevelőszülő egyik napról a másikra kapta a hívást a kisfiú érkezéséről. A hölgy 7 éve nevelőszülő, több gyerek megfordult már nála. De azt a pillanatot sosem felejti el, amikor legelőször megpillantotta Istit. Amikor én legelőször találkoztam az Istivel, én megfogtam, kizokogtam magamat, úgy volt az első, két puszi, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és akkor másnap reggel mentünk be érte, 9 órára a Gyibibe, és onnan hoztuk el őt. És akkor arról volt szó, hogy két napot itt lehet, hogy szokja meg a családot, meg minden, és azt mondta, hogy én innen nem megyek el többet. Ennek már 7 éve, és Isti azóta is itt van. Talán ez az első olyan lakhely az életében, ahol szeretik, és ahol ilyen hosszú időt tölthet el. Ahol végre biztos helyen érezheti magát. Elsősorban ugye, hát azt köszöni az ember, hogy egyáltalán be lett fogadva. Tehát, hogy az mondjuk ez mindig egy ilyen jó dolog, hogyha az ember be van fogadva, és igazából voltak olyan helyek, ahol régebben laktam, ahol csak így be voltam fogadva, és akkor annyi, de viszont így szerettek is. Tehát láttam, hogy Jutka néni is tényleg szeret, meg mindenben támogat, tehát például az iskolaintézést is úgy intéztük, hogy a lehető legjobb legyen nekem. Isti számára azt volt a legnehezebb elfogadni, hogy anyukája hátat fordít neki. Jutka néninek eleinte nagyon nehezen nyílt meg, később azonban egyre többet beszélgettek, és Isti megosztotta vele minden örömét, bánatát. Akkor nagyon ki volt bukva, amikor volt olyan, hogy az anyukája azt mondta, hogy jön, és nem jött. Amikor többször át lett verve, akkor az lelkileg nagyon megviselte. Istinek sokáig pszichológusra volt szüksége, hogy feldolgozza a történteket. A szakértők szerint a gyerekek életében nagyon fontos, hogy legyen egy felnőtt, akiben bízhatnak, és akire mindig számíthatnak. Istinek el kellett fogadnia, hogy csak Jutka nénire számíthat. Az az igazság, hogy egy évben 3-4-szer találkozik az anyukával, az apukájával meg egyáltalán nem tarthatta a kapcsolatot. Persze, hogy egy nagyon rossz élet, mert egyedül egy kapocsa volt neki a féltestvére, de avval se találkozott sűrűn. Csak mi voltunk a család, és mi támogattuk mindenbe. És az anyja helyett én voltam az édesanyja. Nem csak Isti, Szabina is nehezen dolgozta fel a történteket, és neki is szüksége volt valakire, akinek kibeszélhet magából mindent. Édesapját másfél évnyi börtönbüntetésre ítélték azért, amit lánya ellen tett. A kamaszlány élete végéig cipálni fogja ezeket a sebeket. Minden esetben a szexuális bántalmazás életre szóló hatást jelent. Ez tud lenni egy olyan hatás, ami egy iszonyú teher egész életében. Szabina másfél évet töltött az átmeneti otthonban, utána egyik napról a másikra került Ácsra, egy gyerek otthonba. Nővére akkor már külön lakott, de nem tudta magához venni testvéreit.
megjöttünk, és akkor így feljöttünk ide, mondták, hogy pakoljunk ki meg minden, és akkor itt a hugommal összeölelkezve sírtunk, meg öcsi is sírt. Hát így új volt minden igazából. Nem volt időnk rá felkészülni sem, mert előző nap mondták el, hogy jövünk ide. Már lassan 5 éve, hogy a lánynak ez a hely az otthona. Eleinte sok nehézséggel kellett szembenéznie, mert lelkileg nagyon megviselte őt szülei elvesztése. Volt elég sok olyan helyzet, amikor ilyen kritikus helyzet, amikor magam alatt voltam, meg hát meg volt az a korszak, amikor nekem is, hogy a család elvesztése, meg a család, hogy a hiánya, az anya hiánya inkább. És hát akkor voltak korszakaim, igen, ami így a nevelők segítettek át, mert a nővéremmel összevesztünk, és elég sok ideig nem beszéltünk. De a házvezető, a Edit soha nem, meg a többi nevelő sem adta fel, hogy a süllyesztőbe rakjanak, hanem mindig ott álltak mellettem. Egyszer öngyilkossági kísérletem is volt. Elkezdtem felvágni az ereimet, mert nem akartam többé élni. Úgy éreztem, senki nem ért meg, senki sem tudja, milyen fájdalmaim vannak. Az volt a szerencsém, hogy a nevelők sosem hagytak magamra. A házban jelenleg 7 gyerek lakik, a nevelők pedig 12 órás műszakokban váltják egymást. Az itt dolgozók pótanyává válnak, számukra ez nem munka, hanem élethivatás, és mindent megtesznek azért, hogy ezek a gyerekek semmiben se szenvedjenek hiányt. Ugyanúgy, mint a családban, ugyanúgy felkészítjük őket az életre. Főzünk velük közösen, sütünk sütit közösen, kirándulunk, programok vannak, strandra járunk, úszótanfolyamra, nyári táborok, úgyhogy minden, mintha egy családban úgy működik itt is. Szerencsére nem csak a gyermekvédelmi szolgáltatóban dolgozók segítenek a gyerekeken. Néhány évvel ezelőtt egy baráti társaság fejéből pattant ki, hogy segítséget kellene nyújtani az állami gondozásban élő gyerekeknek. Az egész egy adománygyűjtési akcióval kezdődött, később azonban egyre többen csatlakoztak a baráti társasághoz, akiket mindenki csak segítő jó barátoknak hív. Honosiné Már Ágnes volt az egyik megálmodója ennek a közösségnek. Aki csokoládéval, az csokoládét, a könyvtár könyvvel, az élelmiszergyártó élelmiszerrel, a fuvarozó fuvaresztőzzel, tehát nagyon ügyesen összeállt, aki amivel tudta, támogatta a gyermekotthont, illetve a szolgáltatót, hiszen a szolgáltatóban élő gyermekek az semmivel nem rosszabbak, jobbak, mint a saját gyermekeink. Ami nagyon fontos, hogy ők, az ő hátrányuk az, hogy ők nem tehetnek róla, hogy nem saját családban, nem a vér szerinti családjukkal élnek. A ruhákon, játékokon, bútorokon és egyéb ajándékokon kívül 2 alkalommal rendeztek már jótékonysági gálát is, ahol az otthonokban vagy nevelőszülőknél élő gyerekek megmutathatták tehetségüket. Isti is részt vett ezen a rendezvényen, hiszen nem titkolt vágya az, hogy színész legyen. Amikor csak teheti, verseket ír. Úgy érzi, ezekben tudja igazán kifejezni azt, amit érez. Nem látok többé csak álomképeket, valótlanokat és tündérszépeket. Most élem az álmot, és álmodom az életet, a jövőmet, mely sosem volt, de létezett. Félig élt életem új utakra téved, hol az égből lakomázhat a végzet. Sebeim nyitva az új harcoknak, a kopott emlékek keményen sarcolnak. Vár a világ, hív és folytogat, a vágy körülfogja torkomat. Az álom véget ér, s arcon csap az ébrenlét. Egyszer meghaltam, de álmomban éltem még. Isti tudja, hogy anyukája megbánta, amit tett, és valahol a lelke mélyén azt is tudja, mekkorát hibázott az édesanyja. Mégsem tud rá rossz szívvel gondolni, a mai napig szereti őt. De tudja azt is, hogy Jutka néni az, akire mindig számíthat. Aki anyja helyett, anyja volt. Sosem maragudtam rá. Volt, hogy féltettem, mikor nem hívott, nem telefonált valami, akkor úristen, mi történt vele? 80 000 millió kilométerre van innen, hát mi történt vele? És hát igazából így
haragudni, sosem haragudtam rá, most sem haragszom rá azért, mert így kellett felnőnöm igazából. Még valahol egy részem még örül is neki, mert megtanultam olyan dolgokat, amiket más emberek nem biztos, hogy megtanulnak. Felnőtt fejjel már Szabina is másképp látja a dolgokat. A mama már 20 éves, és nem sokára kikerül az otthonból. Nevelőit azonban sosem fogja elfelejteni. Tudja, hogy sokat köszönhet nekik. Apukájával egyáltalán nem tartja a kapcsolatot, anyukájával is csak telefonon. Leérettségizett, és most szakmát tanul. Élelmiszermérnök szeretne lenni. A szerelmi élete is jól alakult, van egy barátja, akihez hozzáköltözhet. Most már nem akar visszatekinteni, csak is előre. Amiken pedig keresztül ment, azokban is csak a pozitívumot látja. Mind kellett ahhoz, hogy ilyen személyiségű legyek, mint most, aki vagyok. Hogy ez mind kellett ahhoz, hogy meg tudjak becsülni dolgokat sokkal jobban, mint aki mondjuk olyan családból jön, akit szeretnek, és hogy teljesen normális az élete ilyen szemszögből. És sokkal jobban tudok megbecsülni dolgokat, meg máshogy látom, meg érettebbnek érzem magam, mert hát az is vagyok szerintem, mint így az átlag. Isti 18 éves, jövőre fog érettségizni. Anyukája még mindig külföldön dolgozik. Most azt ígérte Istinek, hogy nem sokára végleg hazajön. De a fiú most inkább másra koncentrál. Az iskolára és Jutka nénire. Sok idő kell neki, hogy anyukájával egyszer mindent előről kezdhessen. Istinek és Szabinának is határozott elképzelése van arról, hogy milyen szülő szeretne lenni. Olyan, aki szereti és az élete árán is óvja gyermekét. A családalapításig azonban még sok idejük van. A legfontosabb az, hogy sikerült kiutat találniuk. Van mellettük valaki, akire számíthatnak, és mindketten jó úton haladnak az álmaik felé. Viktor úgy gondolta, uralja az életében kialakult helyzetet, és a züllésben is úgy lavíroz, hogy közben megtartja az építés illúzióját. Drogfüggő volt. Valójában azonban már nem ő irányította az életét, hanem a drog és drogszerzés motiválta minden tettét. Viktor történetével a jövő héten ismerkedhetnek meg, addig is látogassanak el a Facebook oldalunkra, korábbi adásainkat pedig visszanézhetik a hidemberek.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket! Viszontlátásra! Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A Híd Építő Zrt. A társadalmi szerepvállalás elkötelezettje.